Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. Szeptember végén járunk, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy megkezdődik a koncertáradat a Műhely Kávéházban. Már most hétvégén is érdemes lesz elsétálni az Adi Endre utcába, hiszen a Magyar Népmese napjának alkalmából szerveznek programokat, október 1-én pedig civil nap lesz a kávézóban. Minden korosztályt várnak a rendezvényekre, koncertekre. 10 évesektől 60-70 évesekig elég, elég, elég eh, nagy az a szórás, amiből válogatunk. Népzenétől kezdve autentikus zenén keresztül, cigányzene, francia, underground, hip-hop, bármi tulajdonképpen befogadóképes a klub, és elég nyitott is erre, én azt gondolom. Az októberi programokat a Fantázió nevű francia együttes nyitja 7 -én. Őket követi majd 11 én Zsenenszki és a Presszó Tangó majd a hip-hop szerelmeseinek kecsegtett fergeteges estét a Hősök, akik nem először a Lions of állnak össze egy közös koncertre. Végül 29-én a Cyberpunk lép fel majd a kávézó pincéjében. Ahogy eddig is, a fehérveri együttesek is szép számmal képviseltetik majd magukat az idei koncertszezonban. Három-négy-öt havonta új új zenekarok bővül Székesfehérvály palettája. Én azt gondolom, hogy fontosak, mivel hogy ők jobban megmozgatják az embereket, mint esetlegesen egy Pécsi, Győri, Veszprémi, bármelyik csapat. Tehát a helyi erő az helyi erő. Tehát a barátok, barátnők, szülők, nagyszülők, rokonok inkább rájuk kíváncsiak. Én elég nagy teret adok nekik. Tehát októberben és novemberben, de decemberben is sok Székesfehérvály zenekar fog fellépni nálunk. Többségéből a koncertjeink ingyenesek, ezt még felvállalja a klub, a nagyobb zenekaroknál lesz természetesen e, jegyár, azt sem gondolom, hogy túlságosan vészes lenne az országos átlagot ismerve. Az Adi Endre utcai pincehelység tehát megtelik majd zenével, élettel, és a zenei paletta alapján senkinek sem kell csalódnia, ha a fesztivál szezont követően is élő zenére vágyik.